A Széchenyi 2020 keretében meghirdetett a felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén elnevezésű pályázaton az Alamegyei Sportszövetségek Egyesülete sikeresen pályázott. A pályázat tette lehetővé Gyenes Diáson is a hétvégén tartott egészségnapot, amit azzal a célra rendeztek meg, hogy különböző egészségfejlesztési és sportprogramokkal elérjék a felnőtt lakosságot, ezáltal javítva a mozgás iránti igényt, a lakosság egészségi állapotát. A három megyére kiterjedő 56 települést magában foglaló szűrő és sportprogramon szakemberek segítették az érdeklődőket. Alapvetően ugye mennek folyamatosan a havi kétszeri tornák a falvakba, a szűrőnapokon személyes gyógytornász konzultáció, dietetikus konzultáció, gyógytornász előadás és torna várja a résztvevőket, illetve InBody géppel egy állapotfelmérést tudunk mérni.